Ha közvetlenül Brüsszelbe kell menni ilyenfajta forrásért, nem mehetünk egyedül. Tehát oda másokkal együtt kell menni. Tehát az együttműködés, az együttműködéseknek a magas szintje, az fontos. Az új innovációs és technológiai minisztérium vezetésére felkért Palkovics László nyitotta meg a Szegedi Tudományegyetem innovációs napját. Kiemelte, hogy korunk legnagyobb társadalmi kihívása az új technológiákhoz való alkalmazkodás és az ehhez szükséges innováció. Leendő miniszterként fontosnak tartja, hogy a magyar gazdaság hatékonyságát növeljék, és azt, hogy a magyar vállalkozások a kutatás-fejlesztési feladataikhoz vegyék igénybe az egyetemek tudásbázisát és kutatói állományát. Az egyetemi rendszer az egyetlen olyan rendszer, ami az országot lefedi, és rendelkezik azzal a tudással, meg rendelkezik azzal a fajta attitűddel, ami alkalmas arra, hogy a vállalatokat támogassa. Tehát az egyetemeknek ebben én azt gondolom meghatározó szerepe van. Szegedi Tudományegyetemet azért érdemes ebből kiemelni, mert itt indultak el azok a megoldások, például az Eli Science Park, ami pontosan ennek az ökoszisztémának a létrehozására szolgál. Az egyetem, a vállalatok és az állam, a közösség együttműködésével jön létre aztán az ökoszisztéma. Szeged, én azt gondolom, ebben kifejezetten előjár. Az innovációs napon a hagyományoknak megfelelően most is díjazták azokat a hallgatókat, akik olyan tudományos eredményeket értek el, amelyek üzleti szempontból is hasznosíthatóak. Grósz Tamás mesterséges intelligencia kutatással foglalkozik, két típusú alkalmazást is fejleszt. Az orvosokat segítő rendszereket, amikor bemegy valaki az orvoshoz, készül róla valamilyen vizsgálattal valamilyen anyag, és annak a feldolgozásába ezek a mesterséges intelligenciák tudnak segíteni az emberi orvosoknak. A másik tématerület, amit most aktívan kutatunk, az a beszédfelismerés, amikor is ugye a mesterséges intelligencia úgymond megtanulja megérteni az emberi beszédet és átiratozza a szöveget. 800-800 ezer forinttal járó innovációs díjat kapott még természettudományos kutatásokért Berényi Antal, valamint a műszaki tudományok területéről Nolda Andreas.